vesebetegség. Járványszerűen nő a betegek száma, világszerte már csaknem 500 000 000 embernél diagnosztizálták a vesebetegséget. Kivezető utak a hajléktalanságból. 2019-ben folytatódik az Oltalom Szeretett Szolgálat mintaprogramja, amely a hajléktalanok munkaerőpiaci integrálását segíti. Vakmerő projekt. A látók szemtakaróval, fehér bot segítségével ismerhetik meg a vakok és gyengénlátók mindennapjait. Járványszerűen nő a vesebetegek száma. Világszerte mintegy 500 millió embert érint a probléma, közölte dr. Szegedi János belgyógyász. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A rizikófaktorok közé tartozik a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a dohányzás és az elhízás is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 centrumban kezelik a betegeket, Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán. Számuk évről évre emelkedik, jelenleg közel 400 fő. Világszerte mintegy 500 millió embert érint a vesebetegség, ez a lakosság közel 14%-a. Hazai felmérések szerint magyar viszonylatban 7-800 ezer vesebeteggel kell számolni, így már ez is népbetegségnek számít. Ez a magas szám annak köszönhető, hogy nagyon sok betegség van, ami szerepet játszik a vesebetegség kialakulásában. A cukorbetegség, a magas vérnyomás, az elhízás, a dohányzás és az örökletes vesebetegség is rizikófaktornak számítanak. Saját életmódunkkal idézzük elő a betegséget, mind a fejlett, mind a fejlődő világban. A veszélyeztetett csoportba tartozók rendszeres szűrésével azonban időben felismerhető és kezelhető lehet a probléma. A vesebetegség sokszor éveken keresztül tünet- és panaszmentes, vagy csak elviselhető tünetei vannak. Ilyen apró jelek lehetnek a szem alatti körüli duzzanat, a vizenyős táskás bőr vagy az arc felpüffedése, illetve a bokák, csuklók, combok rendszeres betagadása is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 centrumban kezelik a betegeket, Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán. Számuk évről évre emelkedik, jelenleg közel 400 fő. Világviszonylatban a vesebeteg száma nő, így Szabolcs, mert Magyarországon, Szabolcs megyében is minden beteget el tudunk látni jelen pillanatban. Ami világon eljárás van, azt mi is meg tudjuk csinálni. Ennek megfelelően a hagyományos művese kezelés mellett az otthoni dialízis kezelést is biztosítani tudjuk, amikor a beteg saját magát kezeli, és egyre nagyobb számban kerül sor vese átültetésre is. A vese átültetések száma hogyan alakul itt a megyében? Mennyire gyakori ez? Gyakorlatilag a vese átültetések száma országos szinten nagyjából egy szinten mozog az elmúlt években. Egy enyhe növekedés észlelhető, olyan 300 körüli szám körül ingadozik évről évre. A élődonoros transzplantáció lenne az a lehetőség, amivel ezt a számot növelni lehetne. Ugye jelenleg nagyjából olyan 1000 beteg van veseváró, vesetranszplantációs várólistán országos szinten. Ezek a betegek ugye többnyire valamilyen okból balesetet szenvedett, vagy agyi vaszkuláris történés miatt agyhalál állapotába került, úgynevezett kadáver donorokból kaphatnak vesét. Ugye ezeknek a donoroknak a száma még úgy is, hogy ugye évekkel korábban csatlakoztunk az Eurotransplant hálózathoz, ezen donorok száma azért csökkenő tendenciát mutat. Az átültetések számát az élő donorok számával lehetne növelni. Jelenleg a műtéti várólista hossza 3 és 5 év közé tehető, tette hozzá dr. Balkó István. Az elmúlt évben 10 átültetés történt Nyíregyházán, ezek közül egy volt élő donoros. A végstádiumú veseelégtelenség kialakulásában a legnagyobb arányban a népbetegségek, ezen belül is ugye a cukorbetegség és a hipertónia, a magas vérnyomás állnak vezető helyen. Ugye mind a kettőre jellemző, hogy számos tényező befolyásolja a kialakulásukat, részben genetikai
hátterű genetikai hajlam is befolyásolja, de nagyon sokat jelent az életmód. Ezért megfelelő életmóddal, egészséges életvitellel, táplálkozással megelőzhetőek lennének mindezek a népbetegségek, és közvetve ugye ennek következtében kialakuló vesebetegség. Tehát gyakorlatilag az első és legfontosabb lépés az egészséges életmód lenne, és nyilván nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, hogy időben, megfelelő stádiumban tudjuk kiszűrni ezeket a betegeket, amikor még hatékonyabban a szövődmények kialakulása előtt tudjuk kezelni őket. Március 14-én ismét Vesevilágnapi rendezvényt szerveznek Nyíregyházán is. A világszintű prevenciós nap magyar kezdeményezésre indult több mint 10 évvel ezelőtt. Hiába van több mint 2800 kistelepülés Magyarországon, mégsem mindegyik jogosult a falusi csokra, hangzott el a Jobbik nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A kormány több 10 milliárd forintot biztosít a vidék megtartó képességének növelésére. A falusi csok igénybevételéhez két kritériumnak kell megfelelnie a településeknek. Az egyik, hogy a lakosok száma ne haladja meg az 5000 főt, tette hozzá Gyüre Csaba, a Jobbik országos alelnöke. A másik feltétele pedig az, hogy 2003-hoz képest ne nőjön, hanem csökkenjen a népességnek a száma. Ez 5%-os csökkenést ír elő a jogszabály, tehát ahol ettől nagyobb a csökkenés, ott lehet igénybe venni, ahol viszont csökkent, stagnált, vagy nem csökkent, hanem stagnált, vagy növekedett a lakosságszám, ott azok a települések kiestek a falusi csok igénybevételének a lehetőségéből. A kormány tisztviselőket bünteti a kormány a március 1-én bevezetett új szabályokkal az MSZP-s Halmi József szerint. A politikus úgy látja, hogy azzal, hogy 25-ről 20 napra csökkentették az érintett munkavállalóknak járó alapszabadságot, illetve hogy nem veszik figyelembe a munkahelyen eltöltött éveik számát, a kormány bevezette a 13. havi munkát, de fizetés nélkül. Nem látjuk, hogy mi van emögött, és hogy milyen célból hozták ezeket az intézkedéseket, miközben egészen március 1-ig a közszférában a kormánytisztségviselők voltak egy kicsit jobban kiemelve. Most már őket is elkezdte büntetni. Látni kéne a célt. Nem tudjuk, hogy mi ennek az oka. Felháborító, én azt gondoljuk, hogy a kormánynak a parlamentnek ezt a törvényt a kormány javaslatára vissza kellene mondani, és normális körülményeket, normális pihenési lehetőséget, normális fizetést kellene biztosítani. Közel 30 millió forintból integrál vissza a munkaerőpiacra 18 főt az oltalom szeretett szolgálat. A szervezet 2017-ben vett részt először foglalkoztatóként abban az országos mintaprogramban, amely a rászorulók elhelyezkedését segíti a munkaerőpiacon. A tapasztalatokat felhasználva idén is folytatják a hajléktalanok munkaerőpiaci integrálását. Több mint 350 rászoruló ember részére biztosít életvitelszerű lakhatási lehetőséget az oltalom szeretett szolgálata telephelyein. A tisztálkodás és az étkezés mellett fontos az is, hogy minél hamarabb el tudjanak helyezkedni ezek az emberek a munkaerőpiacon, és önerőből tudják biztosítani önmaguk számára a megfelelő életkörülményeket. A legfontosabb tapasztalat az, hogy a ránk bizott hajléktalanok sokkal kreatívabbak és sokkal elkötelezettebbek a munkavilágában, mint azt gondoltuk volna. És én azt gondolom, hogy ennek az a két titka van, hogy erre rájöttünk, vagy két mozzanat. Az egyik, hogy olyan munkatársak dolgoznak velük, akik értik az ő élethelyzetüket, értik az ő sajátos gondolkodásmódjukat, világukat, és ezért tudják őket motiválni. A másik, hogy úgy találtuk ki a foglalkoztatásnak a program elemeit, hogy ők maguk is lássák, hogy amit dolgoznak, annak van értelme. Az állami támogatás megtérülésének egyik legfőbb bizonyítéka, hogy voltak olyan hajléktalanok, akik sikeresen integrálódtak vissza a munkaerőpiacra, és el tudtak költözni albérletbe. 2018-ban valamivel több, mint 22 millió forintból 5 munkakörben 12 főt tudtak foglalkoztatni.
2019-re közel 30 millió forint támogatást nyertek, amely 18 fő képzésére biztosít lehetőséget. Úgy érezzük, hogy két év után eljutottunk odáig, hogy kicsit szintet fogunk tudni ugrani. Legalábbis a Varodát illetően. A Varodában olyan jó minőségű árukat készítenek a mi munkatársaink, hogy kísérletet teszünk arra, hogy egy üzleti részt is bekapcsoljunk, tehát hogy külső piacra, kvázi külső piacra is dolgozzunk. Erre az állami támogatás mellett is megvan a lehetőség, és a támogatókkal, a kormányhivatallal együttműködve dolgozzuk ki majd azt, hogy milyen területeket tudunk úgy működtetni, hogy ez külső piacon is versenyképes legyen az áru. Ennek érdekében megállapodást kötnek Nyíregyháza környéki vállalkozókkal. A paktum értelmében ezek a vállalkozások foglalkoztatnak majd egy-két olyan embert, akik gyakorlatban és mentálisan is felkészültek a nyílt munkaerőpiacon való helytállásra. Mintegy 80 ezer látássérült él ma Magyarországon. A társadalom mégis tabu témaként kezeli a fogyatékkal élőket. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete érzékenyítés céljából indított vakmerő projektjében minden látó szemtakaróval, fehérbot segítségével ismerheti meg a vakok és gyengénlátók mindennapjait. A figyelemfelhívó programhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke is csatlakozott. Magyarországon mintegy 80 ezer látássérült él, ide tartoznak a vakok, akik körülbelül 9 ezeren vannak, a többi 71 ezer pedig gyengén vagy alig látó, ők minimális látásmaradvánnyal rendelkeznek, közölte Nemes Nagy Tünde elnök. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Ennek kapcsán több programot is indítottak 2019-ben, ezek egyike a vakmerő projekt. A kezdeményezéshez kedd délelőtt Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is csatlakozott. Ezt azzal a céllal indítottuk a látássérült emberek kérésére, hát hogy ezt maguk a mi látássérült tagjaink kérték, hogy szervezünk egy ilyen figyelemfelhívó társadalmi felelősségvállalás programot, azzal a céllal, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a látássérültek igenis van helyük a társadalomban, a társadalom több pontján is hely tudnak állni, önállóak, be tudnak menni önállóan egy munkahelyre, le tudnak ülni, hiszen Nyíregyháza közszereplőit szeretnénk ezzel megszólítani ezzel a projekttel. Olyan élethelyzeteket, az ő sajátos élethelyzetüket szeretnénk egy picit más formába, egy picit átvariálni. Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke szemtakaróval, fehérbot segítségével sétált bekedreggel az irodájába. Véleménye szerint még mindig tabu témaként kezeli a társadalom a fogyatékkal élőket, ezért figyelemfelhívás céljából csatlakozott az egyesület kezdeményezéséhez. Azt Nemes Nagy Tünde is megerősítette, hogy még mindig rácsodálkoznak az emberek, amikor a fehérbot segítségével megjelennek valamilyen intézményben. A társadalom szemlélet formálásában az egyesület is próbál segíteni, például érzékenyítő előadásokat tartanak a Nyíregyházi Egyetemen. Baracsi Endre alelnök a szemtakaró nélkül nagyjából fél perc alatt beér az irodájába, ez kedd reggel sokkal több időt vett igénybe. Egyáltalán nem éreztem magam biztonságban, sőt, ugye hát az egyik érzékszerem lényegében ki lett kapcsolva, és bár én eleinte úgy éreztem, hogy tudom azt, hogy éppen merre járok, meg mit csinálok, de aztán már az 5.-6. lépés után kiderült, hogy amit én elképzeltem, amit az agyam gondolt, az a valóságban nem úgy van, tehát teljesen máshol kötöttem ki, mint ahova én terveztem volna, hogy eljussak, és utána nagyon kellett koncentrálni arra, hogy hova lépjek, hogy lépjek, nagyon kellett figyelnem a hangokra, a kívülről jövő hangokra és a botnak a hangjára, hogy éppen hogy koppan, mondjuk egy lépcsőn, egy kövön, vagy éppen egy fémtárgyon, és ebből kellett következtetni arra, hogy éppen hol is járok. Azért volt egy kicsit egyszerűbb a helyzetem, most még én tudtam, hogy hova megyek, de belegondoltam abba, hogy mi lett volna akkor, hogyha egy teljesen ismeretlen helyre kellett volna bemennem. Van olyan vakmerő alany is, aki vállalta, hogy saját otthonában szemtakaróval főz majd, de akár szimuláció szemüveget is kipróbálhatnak a jelentkezők, tette hozzá Nemes Nagy Tünde.
Természetesen nem csak közszereplőket akar bevonni az egyesület, magánszemélyek is kipróbálhatják magukat a programban. Becsületkasszás nevezési díjjal adománygyűjtő futást és családi napot szervez a Spuri sportközösség. A bevételeket a Bátor Tábor alapítványának megsegítésére ajánlják fel a szervezők, amely már 2001 óta nyújt segítséget a krónikus és daganatos beteg gyermekeknek ingyenes élményterápiás táborok szervezésével. Sajnos ismertségi körében tapasztalta meg, mit nyújt a Bátor Tábor a beteg gyerekeknek és családjuknak, ami nagyon megérintette. Mondta el a sajtótájékoztatón Szabó Teteli Ágnes, az adománygyűjtő futás ötletgazdája. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy barátaival, edzőtársaival összefogva megszervezzék az első adománygyűjtő futást, családi napot. Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ilyen mértékben mellénk álltak. Akárhova mentem, mindenhol önzetlen segítséget tapasztaltam. Ami a legfontosabb, hogy el tudom mondani, hogy büszke nyíregyházi vagyok. Ági kolléganőnk is elmondta már, hogy Nyíregyháza szíve együtt dobban. Ezt most minden téren megtapasztaltam. Akár egy hivatalos szervhez mentem, önzetlenül mind a rendőrség, tűzoltóság, városháza, vámis pénzügyőrség, akár a polgármester úr is, mindenki elsőre igent mondott, és akkor ugye jönnek a családok, a magánemberek, az utolsó gyógyszertártól a kisboltosig, akárkit megkerestem, mindenki teljes szívvel és lélekkel az ügy mellé járt. Szeretnék mindenki figyelmét felhívni, hogy ez egy adománygyűjtéssel egybekötött élménynap, nem kell élsportolónak lenni, a távokat akár sétálva is megtehetik az odaérkezők, és nincs előírt nevezési díj sem, mondta el az ötletgazda. A szervezők ritkán látott összefogást tapasztaltak a magán és hivatali szférában is, hiszen nagyon sokan álltak a kezdeményezés mellé. Nyíregyháza szíve együtt dobban, hangsúlyozták a sajtótájékoztatón. 8 órakor regisztrálunk, 9 óra körül a polgármester beszédet fog mondani, köszönti az ott lévőket, aztán tartunk egy közös bemelegítést, ami remélem elég vicces lesz. Utána elindítjuk a 4 kilométeres távunkat, rá 15 percre elindul a gyermekfutam, ahol szülők is kísérhetik a gyerekeket, ez nagyon fontos, már volt kérdés. Bár el lehet engedni egyedül is a gyerekeket, mert ki lesz táblázva minden, és önkéntesek lesznek körbe a pályán, és utána, amikor beérkezett a gyerekfutam és a 4 kilométeres futam is, akkor elindítjuk a 8 kilométeres futamot. Az első futást március 9-én tartják Nyíregyházán, az erdei tornapályán. A csapat azonban hosszú távon gondolkodik, és ezt követően is évente szeretnék megrendezni a jótékonysági futást. Az idei szezon 30 ezredik látogatóját köszöntötték a városi jégpályán. A szerencsés korcsolyázó egy ajándékcsomaggal gazdagodott, amely többek között korcsolya ápolókat tartalmazott. A jégpálya népszerűségét látva a tervek szerint még idén köszönthetik majd akár a 60 ezredik látogatót is. Még csak most tanulnak korcsolyázni a gyerekek, ezért óvatosan közlekednek a jégen. De nem csak az óvodások körében népszerű a városi jégpálya, az idősebb korosztály is szívesen használja ki ezt a sportolási lehetőséget. Az idei nyitvatartás igazi sikertörténetnek számít, ugyanis már fogadni tudták a 30 ezredik látogatót. Igazából én nagyon kicsi korom volt a korcsolyázók, azt hiszem 7 éves voltam, amikor elkezdtem. Ugye ez a jégpálya még más volt épülve Nyíregyházán, hanem a Continental Arena melletti jégpályán kezdtem korcsolyázni. És nagyon-nagyon szeretem ezt a sportot, ugyanis engem nagyon-nagyon megnyugtat és nagyon kikapcsoló számomra. A jégpálya annyira népszerű, hogy a tervek szerint idén köszönthetik akár a 60 ezredik látogatót is, akit majd a Decathlon ugyanúgy megajándékoz, mint a 30 ezredik korcsolyázót. Úgy gondolom, hogy ez a jégpálya egy óriási űrt töltött be már a város szívében, hiszen rengeteg fiatal, illetve hát minden korcsoportból nagyon-nagyon sokan fordulnak meg a jégpályán. És éppen ennek az apropójából gondoltak úgy, hogy szeretnénk, hogyha valamiféle kis aprósággal tudnánk kedveskedni a látogatóknak. Ezért gondoltuk, hogy a 30 ezredik ide tévedő embert megajándékozzuk. A csomagban amúgy mindenféle ajándékot válogattunk össze, nyilván főleg jégkorcsolyával kapcsolatos kis kulacs, korcsolyápolók, illetve mindennapos dolgokat. A november elejétől folyamatosan kiváló minőségű jéggel üzemelő városi jégpálya a téli szünetben közel 100%-os kihasználtsággal működött.
Egyértelműen a fiatalok gyűjtőpontjává vált a jégpálya. Esténként a középiskolások százai rohamozzák meg a jegypénztárainkat, és nagy nyugalom számunkra az, hogy a szülők is biztonsággal engedhetik el őket ezekre a rendezvényekre, mert a biztonságőrök és a jégpálya és a sportcentrum személyzete teljesen jól felügyeli a fiatalságot, és egy jó sportolási lehetőséget tudunk nekik biztosítani. A korcsolyázni vágyók számára március végéig áll nyitva a városi jégpálya, a szezont pedig egy hatalmas jégolvasztó bulival zárják majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A vesebetegség ma már nem csak hazánkban, világszerte is népbetegségnek számít. Márciusban Nyíregyházán is világnapon hívják fel a figyelmet a prevencióra és a kezelésre. A kezdeményezés több mint 10 évvel ezelőtt magyar ötlet alapján indult el. A betegek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nő, jelenleg közel 400 főt kezelnek a megye 3 városában. Az előző 2 év tapasztalatát felhasználva idén közel 30 millió forintból folytatja mintaprogramját az Oltalom Szeretett Szolgálat. Ebből az összegből 18 fő képzését és munkaerőpiacra történő visszatérését tudják biztosítani. A tervek szerint ezt Nyíregyháza környéki vállalkozásokkal kötött paktumokkal is megerősítik majd. Így akár a nyílt piacra is termelhetnek majd az addig védett környezetben dolgozó rászorulók. Vakmerő címmel indított figyelemfelkeltő érzékenyítő programot a Vakok és Gyengén Látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. A projektben a látók szemtakaró és fehérbot segítségével juthatnak el különböző helyekre az egyesület tagjainak segítségével. A fogyatékkal élőket még mindig tabuként kezeli a társadalom, ezen a nézeten szeretnének változtatni a megyében. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták? Március 5-én kedden friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerda reggelig többnyire gyengén felhős idő várható, majd késő estétől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor egyaránt előfordulhat. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Szerdán a megnövekvő fátyol felhőzet mellett szűrt napsütés várható, csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, szinte naponta követik egymást az időjárási frontok. Többször lesz felhős az ég, és több alkalommal több helyen várható esőzápor. A szél is gyakran lesz erős, időnként viharos. Csütörtökön szokatlanul meleg időnk lesz, emiatt megdőlhet az évszázados meleg rekord. Majd pénteken hidegfront vonul át felettünk, emiatt a hétvégén már rekordoktól mentes, de továbbra is enyhe idő várható. A jövő héten tovább csökken a hőmérséklet, a hét közepén éjszaka már fagyra is számíthatunk.